a napi 168 órából egy nagyon szövevényes bűnügyvárt ismerté, és a lehallgatás jegyzőkönyvek alapján ennek a szövevényes bűnügynek az egyik szereplője Mennyi Roland, országgyűlési képviselő, alias Voldemort nagyúra, hogy többen hívták a lap cikke szerint. Itt állunk nem messze attól az étteremtől, ami egy fontos helyszíne volt itt a bűnügynek. Egy olyan bűnügynek, amely azt kell mondjam, Borsod megyei egyéni képviselőként, hogy az egyik legnagyobb, legalpáribb az emberség, amit el lehet követni, hiszen hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatására szánt, szociális szövetkezetekre szánt Európai Uniós források ellopásáról, annak a tervnek a szövegetéséről van szó alapállításai szerint. A lehallgatási jegyzőkönyvek elég egyértelműek. Én azt gondolom, hogy egy normálisan működő jogállamban ennek a következményei is egyértelműek. Nincs mese, Mennyi Rolandnak le kellene mondania, le kell mondania. De hát látjuk, hogy működik ma Magyarország, látjuk, hogy működik a Fidesz rendszere, látjuk, hogy ez az intézményesített korrupció rendszere, úgyhogy nem egy egyedi és nem egy elszigetelt esetről van szó vélhetően. Nagy a hangsúlya annak, hogy mit csinál most a vádhatóság. Mi azt várjuk, azt a hatékonyságot várjuk el a vádhatóságtól, amelyet például Rogán Antal jogkurtos támadói kapcsán tett, tehát nem azt, hogy mismásoljon, nem azt, hogy tulajdonképpen néhány emberre vonatkozzon csak ez a vádemelést, hanem azt, ami egyértelmű, azt tegye meg, hiszen látszik lehallgatási jegyzőkönyvekből Mennyi Roland érintettsége. Én azt tudom önöknek mondani, Borsod megyei elnökként is, hogy országgyűlési képviselőként mindent el fog én is követni, de természetesen a frakciónk is. A legfőbb ügyészt az országgyűlés előtt folyamatosan kérdezzük majd arról, hogy hogy áll ez a nyomozás, hogy áll egyébként a nyomozás Mennyi Roland tekintetében is. És azt gondolom, hogy ez a példátlan és elképesztő gazemberség mi hamarabb mindenki megnyugtatására teljes körűen fel kell, hogy táruljon az ország nyilvánossága előtt. Itt vagyunk tehát Tiszaújvárosban, ott, ahol itt sok megbeszélés történt ebben a bizonyos étteremben a lap állításai szerint és a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint, úgyhogy ez egy olyan apropó, amely egy helyi vezetőnket, barátunkat, a tiszaújvárosi elnökünket, Pap Zsolt önkormányzati képviselőt is megszólalásra késztetik, hiszen azt gondolom, hogy elég sokan beszélték már a városban, hogy mégis mit mennek, Mennyi Roland körül parancsolatok. Köszönöm szépen! Tiszteltek, köszöntök mindenkit! Tegnapi 168 óra című újság írásából megtudhattuk, hogy Mennyi Voldemort, illetve Voldemort Roland mennyi pénzt kért bizonyos beruházásokból, illetve pályázatokból. Az eleinte 50-50%, majd később 90-10%-kal vált, ami azt jelenti, hogy 90% saját zsebbe, 10% pedig, úgymond a népnek jutott volna. Levetődik a kérdés, hogy a hirdetésekben megjelent több 10 milliárd forintos beruházásból vajon mennyi jutott a fideszes barátoknak, és valójában mennyi jutott igazából azokra a beruházásokra, amelyekre szánták. Talán 50% fideszes barátoknak, a másik fele pedig 90%-a a Mennyi Roland és baráti körének jutott. Tiszaújvárosban becsületesen dolgozó és tisztességesen élő emberek laknak. Ezért arra kérjük, hogy őrizze meg Tiszaújváros úr kérnevét, gondolkozzon el azon, hogy mikor mond be. Mikor tisztázza magát a bíróság előtt, és ezt tegye meg minél hamarabb. Azt szeretnénk, hogy Tiszaújváros közélete, illetve Tiszaújváros környékének közélete továbbra is tiszta maradjon, legyen átlátható, dolgozunk tovább becsületesen, mint Tiszaújvárosért, mint pedig a környékért. Köszönöm szépen!